Gyere, mász föl! Gyere, Tobi! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az új Tobi Bobi vlogban! Szervusz, Tobi! Szia, Tobika! Hát nincs nagyon sok energiánk, mert most suliból jöttünk, egyébként vasárnap van, és vasárnap veszem ezt fel. Nincs túl sok energiánk. Tobi ilyenkor nagyon leszokott fáradni, és egy kicsit ma erről a sulis témáról beszélnek, úgyhogy kevésbé lesz ez a vlog ajtájú. Tehát kevésbé lesz ez a vlog igazán vlog, inkább egy elbeszélés arról, hogy miért gondolom azt, hogy minden gazdinak érdemes elvinni a kutyáját kutyaiskolába. A következő Tobi vlog egy kicsit mozgalmasabb lesz, részben azért is, mert elutazunk, és Tobit elviszem egy kutyapanzióba, és kíváncsi vagyok, hogy ott hogyan reagál akkor, amikor még én ott látom őt. Tehát a következő egy kicsit mozgalmasabb lesz, több minden fog történni, viszont most tényleg beszélünk egy kicsit a kutyasuliról, és utána pedig megmutatom, hogy mik azok a trükkök, mik azok a dolgok, amiket már megtanultunk kutyasuliban eddig Tobival. Bocsánat, hogyha nagyon ilyen hát terpezben ülök, meg ilyen, hát ilyen nagyon lazára veszem ezt az egészet. Ha így ülnék, akkor nincs benne a fejem, viszont hogyha lejjebb teszem, akkor nincs benne Tobi. Úgyhogy szerintem mindenki úgyis Tobit fogja nézni végig, tök mindegy, hogy én hogyan ülök. Nos, miért is érdemes elvinni a kutyánkat kutyaiskolába? Három dolgot akarok hangsúlyozni ebben a videóban. Az első az az, hogy a viszonyunkat rendezzük a kutyával. Sok helyen hallhattátok, hogy fontos az, hogy a kutyátok ne a főnök legyen otthon, ne ő szabja meg a határait, ne ő mondja meg, hogy mit szabad és mit nem neki, hanem te legyél az az ember, aki felállítod a szabályokat, mert egy szabály nélkül élő kutya, hát ez borzasztó. Ezeket az alapszabályokat fogod eltanulni a kutyasuliba, és ezek az alapszabályok segítenek titeket abban, hogy egy olyan viszony alakuljon ki közöttetek, ami egészséges. Példát kéne mondanom a mi kutyasulinkból, ezt minden kutyasuliban máshogy csinálják, de nálam vannak olyanok, hogy dominancia gyakorlatok, ami azt jelenti, hogy én vagyok a domináns egyed, neki be kell hódolnia. És Tobinál egyébként ez már a suli előtt is nagyjából, nem azt mondom, hogy ment, mert rohadt domináns kutya, de voltak szabályai már mielőtt a kutyasuliba elmentünk volna. És elmentünk a kutyasuliba, és láttunk nagyon sok olyan kutyát, akinek semmi szabálya nem volt eddig, és egyszerűen oda került, és el volt veszve, a gazdi is el volt veszve, és ugye százszor több munkája van a gazdinak most azzal a kutyával, akinek eddig nem volt felállítva szabály, mint mondjuk nekem, Tobival, aki eleve egy kölyök kutya, de már teljesen 8-7-es kora óta vannak szabályok itthon. Például az egyik az, hogy nem jöhet fel ide a díványra, csak hogyha megengedem. És hát most megengedtem, úgyhogy... Ez tetszik neki. Úgy látom, ez tetszik neki. Az ember egy kicsit önző, amikor a kutyákról van szó, mert sokszor az emberek azért nem viszik el a kutyájukat kutyaiskolába, mert félnek attól, hogy kritizálva lesznek, hogy ők mégis milyen gazdik. Megsúgok nektek egy titkot, de senkinek nem mondjátok el. A kutyasuliban nem a kutyákat tanítják, hanem a gazdikat tanítják tanítani a kutyájukat. Tehát igazából a kutyának ott az a szerepe, hogy a gazdi, amit tanult, azt kigyakorolja a kutyán. És ezáltal ugye a kutya is megtanulja, hogy mit jelent az, hogy ül, fekszik, marad, meg ilyesmi. De a gazdinak kell ezt megtanulnia először, hogy hogyan tudom rávenni arra, hogy maradjon ott a kutya, ahol akarom. És nagyon sokan azért nem mennek el ilyen kutyaiskolába, mert félnek attól, hogy szembesülnek azzal, hogy basszus, rohadt rossz gazdi vagyok, és rohadtul nem mennek ezek a feladatok, mert rohadtul nem voltak eddig szabályok felállítva a kutyának. És még mindig azt mondom, hogy ezzel nincsen baj, mert legalább szembesült vele a gazda, hogy valamit kell tennie. De hogyha el se viszi a gazdi kutyasuliba, akkor vége, akkor 15 éven keresztül szenvedni fogsz a kutyáddal, vagy hát úgy szenvedni, hogy nem mered sétáltatni, mert mondjuk annyira húz a pórázon, hogy már nincs is kedved őt levinni, ezáltal neki se lesz jó, neked se lesz jó, és szenvedés lesz az életetek. Nem lesz ilyen nem harmóniába fogtok élni, nem szivárványok között fogtok ugrálni, hanem nem mindig attól rettegve, hogy úristen, most le kell menni sétálni, és akkor jó, akkor bedurrantom magamat, hogy legyen izmom visszafogni, már ha egyáltalán van izmom visszafogni egy 40 kilós kutyát. És nem, szerintem nem lehet így élni rettegésben. Ezért, hogyha esetleg új gazdik vagytok, új kutyátok van, akkor
egy nagyon fontos szabályt adnék át nektek, vagy egy mondást, ami tökre igaz szerintem, és én már látom ennek a gyümölcsét, az az, hogy ha az első évben mindent beleteszünk a kutyanevelésbe, tehát tényleg szó szerint mindent, gondoskodunk a kutya szocializálásáról, a tanítatásáról, nem 3 évesen kezdjük el tanítani a kutyát, hanem akár már kölyökkora óta, amint hozzád kerül, felállítjuk a szabályokat, minél több dolgot csinálunk az első egy évben a kutyával, és minél kevesebb dolgot halogatunk későbbre, annál kiegyensúlyozottabb kutyád lesz 10-15 éven keresztül. Ha az első évben mindent belepakolsz, a következő 9-14 évben egyszerűen annyit csinálsz, hogy hátradőlsz és hagyod magadat, mert a kutyád tisztelni fog és figyelni fog rád, és ezt a státuszt, hogy tiszteljen téged a kutyád, és figyeljen rád a kutyád, ezt a tiszteletet tökéletesen el lehet sajátítani, vagy hát meg tudod szerezni ezt a tiszteletet a kutyától a kutyasulikban. Nem viccelek, körülbelül 5 darab órán voltam eddig, és már szemmel láthatóak a különbségek így Tobi viselkedésében. Jön a következő miértje, hogy miért vigyük el a kutyánkat kutyasuliba. A következő dolog az az, hogy tanítjuk. Megtanul dolgozni, megtanulja elfogadni tőlem a dolgokat, amiket mondok. Hogyha azt mondom neki, hogy ül, akkor leül, hogyha azt mondom neki, hogy fekszik, akkor le fog feküdni. És ilyesmiket tanulunk most a kutyasuliba. Erről szól igazából az alapfok. Néhány szabályon kívül igazából a tanítatásra megyünk rá, tehát a dominancia és a pórász fegyelmen kívül minden más a tanításról szól. Az egyelőre, hát most az ül, fekszik, marad, lábhoz és egyéb ilyen trükkökről szól, de ezeket mindjárt be is mutatom, hogy mégis hogyan tanuljuk, meg mit csinálunk, meg miért csináljuk így, ahogy. Úgyhogy ez a tanítás, ez egy másik fontos dolog, megtanítja a kutyádat azt, hogy bármilyen szituációban figyelnie kell rád, mindig készen kell állni a munkára. Tobin látom azt, hogy amint elkezdtünk valamint dolgozni, így néz rám, hogy úristen gazdi, adj még egy feladatot, hadd csináljak még egy feladatot, légy szíves, itt vagyok, készen állok, egész nap csak fetrengtünk otthon, most készen állok és hadd csináljak egy feladatot, és még egyet, és még egyet. És ez az, amit nagyon sokan elhanyagolnak a kutyájuknál, kint hagyják a kertbe, jól van az úgy, nem érdekel, el van, futkározik a kertbe. Dehogy is, unatkozik a kertbe a kutya. Úgyhogy ez a suli, ez tényleg egy ilyen 5 alkalom után már látom a hatását. Tehát ez volt egy gyors talpaló, hogy miért ajánlanám mindenkinek a kutyasulit, minden gazdinak a kutyasulit. Most meg megmutatom az alapdolgokat, amiket tanultunk eddig Tobival, bár hát nem biztos, hogy meg tudom mutatni, mert azért úgy látom, hogy eléggé ki van fáradva kis Tobesz-Bobesz, és alszik szépen. Úgyhogy lehet, hogy egy 10 percet hagyom itt pihenni egy kicsit, és akkor utána megmutatom, hogy miket tanultunk eddig Tóbival. Fáradt vagy? Fáradt vagy, babám? Na pihenjél egy kicsit, jó? Pihenjél nyugodtan. Ja, hogy már készen állsz a munkára? Már készen állsz a munkára, Tóbikám? Ha egy tippet mondhatok nektek, az az, hogyha jutalomfalattal akarjátok dicsérni, vagy hát tanítani a kutyátokat, és megdicsérni őt, amikor valami őt jól csinált, ne vegyétek ezeket a bolti szarokat, már bocsánat, több ezer forintért, mert van nekem is ilyenem, ami, hát ez szerintem pont egy 1000 forint volt, ez a bárány kis csontocska, de tök fölösleges ennyit költeni, mert 200 forintért, Tobikám, 200 forint, Tobi, azt hiszi, hogy pacsit kérek. 200 forintért, tehát vettem csirkemájat, ezt megcsináltam egy serpenyőbe, és a csirkemáj fantasztikusan működik. Annyi, hogy nem áll el annyi ideig, mint az, de az azt is jelenti, hogy ugye egészségesebb. Úgyhogy most a csirkemájat érzi itt Tobi, ezzel tudom őt tanítani. Még egy dolog, összekevertem a csirkemájat egy kis virslivel, tehát virslit is lehet, hogyha nem akartok nagyon sütni, főzni. Na Tobikám, mutassuk meg, hogy mit tudsz, jó? Az első feladat, amit begyakoroltunk, az az ül. Gyere, ül. Na gyere, Tobi. Látom, hogy egy kicsit fáradt, úgyhogy bekapcsolom őt, hogy feladat lesz. Gyere, Tobi. Kicsit játszok vele. Ügyes vagy? Ül. Nem? Semmi baj. Visszahújítva majd ülésbe, és akkor kapja meg. Fekszik. Ez szuper. Menjünk egy kört. Lábhoz, ezt is tanultuk, megkerül és leül, szépen, ügyes vagy. Most csirkemáját kapott, ettől bepörög egy kicsit a kutyuska, ügyes vagy. Lábhoz. Ez szuper. De azért jó az a trükk, ez a lábhoz trükk, mert innen, hogyha elindulok, akkor hát
be tudom neki tanítani azt, hogy mindig a lábamat kövesse. De gyere, láb, láb, gyere, láb. Ez a szuper, láb. Ez a láb trükk az, amit használok most már rendszeresen. 11-kor Tobit le tudom már úgy vinni, hogy póráz nélkül, ami iszonyat nagy szó egy 5 és fél hónapos kiskutyánál. És egyszerűen ezzel a lábbal tudom neki azt mondani, hogy mit kell követnie, és hogy hol kell jönnie. Mert annyit mondok neki, hogy láb, te, láb, láb, akkor jön végig a lábam mellett. Ah, ez a szuper! Néha kap egy jutalomfalatot, gyere, láb, láb, az a szuper, gyere, láb, az a szuper. Tehát ezt a póráz nélküli sétát általában 10-kor, és mondjuk tehát este 10-kor, és mondjuk reggel 8-kor szoktam megcsinálni, amikor nincsenek annyian az utcán, nincsen annyi kocsi. Kicsit biztonságosabb így, begyakoroljuk így, és akkor szépen elkezdjük majd egész nap egyébként ezt csinálni. Na gyere Tobi, mutassuk meg, hogy még mit tudunk. Marad! Ez a szuper, és csak akkor kapja meg a kaját, amikor visszaértem. Várom, hogy rám figyeljen. Marad! Úgyhogy ezeket tanultuk eddig a kutyasuliba, és mondom, ez csak 4-5 alkalom volt körülbelül eddig. Tobi már látható egy ilyen viselkedésben javulás. Úgyhogy szerintem nagyon jó úton haladunk Tobikával. Iszonyat gyorsan tanul meg mindent. Ez a Tobi vlog egy kicsit rövid lett. Bocsánat, hogy ez így sikerült, viszont a következő mondom, hogy izgalmasabb lesz. Megyünk mi Kopenhágába. Te pedig, Tobikám, mész kutyapanzióba. Kutyapanzióba mész. El fogunk téged hagyni, és soha többet nem jövünk vissza, érted? Mert egy rossz kutya vagy, Tobi. Rossz kutya. Nem, de hogy is, ügyes vagy nagyon. Szeretlek téged, te kis... Mi vagy te, vaddisznó? Kis vaddisznó. Nem hallottátok még, de Tobi néha tud vaddisznó lenni, amikor más kutyával játszik. Akkor Tobi mindig így nyomja, hogy... Így harabdálják egymást, mint két vaddisznó, ugye? Na, gyere, menjél! Aludni, gyere, mehetsz, hopp, fekszik le, szuper. Nos hát gyerekek, ennyi lett volna mára ez a Tobilog, köszönöm, hogyha megértitek, hogy egy kicsit elfoglaltabb hetem volt, ezáltal nem tudtam nagyon más forgatni a héten. A következő hét, mondom, egy tényleg izgalmasabb lesz. Egy kicsit szórakozunk, majd pedig elviszem őt a kutyapanzióba, és megnézem, hogy ott hogyan játszik a többi kutyával, aki ott lesz a kutyapanzióba. Ennyiek lettünk volna mára. Én I have no idea hungry voltam, ott a Tobi Bobi, és most Tobit engedjétek meg egy kicsit pihenni, úgyhogy miközben Tobi pihen, itt megjelenik 2 videó ajánlás, azokra rá lehetek kattintani, illetve itt egy feliratkozásra. És hogyha mondjuk már fel lennél iratkozva, akkor meg is nyomhatod a csengőt odalent. Ez volt a Tobi vlog, és Tobi Bobi most kilenkezik.